az elmúlt napokban eléggé érdekes kritikával, és a tegnap este hívtak a tanácsosok, az rendelt tanácsosok, hogy ők is kaptak, több kolléga hívott. Ez megengedhetetlen és elfogadhatatlan egy olyan közéletben, ahol a közösségépítésről kellene szóljon a munka. Hogy engem 2-3 ezer lejje, ha vonta meg lehet vásárolni? Ezek te komolyan nincs felfogások, hogy nekem ez mennyi pénzbe került? Mennyi energiába? És milyen horribilis összegbe kerülni az, hogy azt mondjam, hogy elengedem a történetet? Azt hiszik, hogy munka kell nekem. Lesz a vérüket akarom. Ez elfogadhatatlan. Ez megengedhetetlen. Ez túlmegy minden olyan dolgon, amit egy választási kampányban, vagy a hétköznapokban egy olyan ember, aki közéleti szerepet vállal, megengedhet magának. Ez túlmegy azon, hogy egy helyi tisztújításról beszéljünk, ez már arról szól, hogy egy szervezetben milyen mechanizmusok, milyen belső indítatás vezet egy vagy másik embert. És én ezzel nem tudok azonosulni. Ezzel nem tudok azonosulni. Fáj. Azért fáj, mert az illető fiatalember kérésére alkalmaztuk a tavaly az RMDS-hez. Egy hónapot. Egy hónap alatt egyszer sem jött bedolgozni. Hogy kiket akar, hogy kiket fenyeget ezen a hangfelvételen, azt nem tudom. De a többes számban az egyik, ezek szerint én vagyok. Itt nem rólam szól a városi szervezet, nem rólam szól a területi szervezet, még a megyei tanács sem rólam szól. Én nem így dolgoztam az elmúlt években, és nem így fogok dolgozni az elkövetkezendő években sem. Addig, ameddig az emberek bizalmat szavaznak. De ilyeneket nem tudok, és nem fogok megengedni, mert ez az RMDS-nek a megítélésében óriási tront. Végezetül, ha kiemelném azt, hogy a célunk a következő időszakban az, hogy a városi szervezetnek hitelt, hitet és energiát adjunk arra, hogy egy megfelelő politikai képviseletet tudjon biztosítani Székelyudvarhelynek.